Boldog karácsonyt szeretnék kívánni önöknek, innen a parlament folyosójáról. Nagyon nehéz éven vagyunk túl. Az MSZP parlamenti frakciója számtalan törvényjavaslatot, országgyűlési határozati javaslatot, vagy a törvényekhez módosító indítványt nyújtott be. Sajnálatos módon a kormánypárti többség ezeket nem vette figyelembe. Rendszerint nem is engedte, hogy a parlament nyilvánossága előtt tárgyaljunk ezekről az ügyekről. Minden egyes indítvány, minden egyes országgyűlési határozati javaslat, és minden egyes interpelláció vagy azonnali kérdés az emberek érdekében történt. Minden egyes megszólalásunk az emberekről szólt. Azokról, akik a járvány ideje alatt a legkeményebb munkát végzik. Egészségügyi dolgozók, szociális szférában dolgozók, a pedagógusok, a szalag mellett három műszakban dolgozó édesanyák és édesapák. Na, ők voltak a politikánk fókuszába állítva. A jövőben is azon fogunk dolgozni, hogy leváltsuk ezt a politikai hatalmat, és a politika végre azokról szóljon, amiért a politikusnak érdemes csinálni a politikát, az emberekről. Békés boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak!